Lassan visszatérhet az élet a régi kerékvágásba, így a Babits Kulturális Központ munkatársai is megvalósíthatják azokat a programokat, amelyeket eredetileg terveztek. Berlinger Attila január 1-től vezeti az intézményt, így a beszélgetésünk során természetesen arról is szó esett, hogy ő maga milyen elképzelésekkel vágott neki az igazgatói feladatnak. Itt az elődeim korszakalkotó egyéniségek voltak, itt több mint 10 évig is igazgatói pozíciót tölthetett be a házban, olyan munkát tettek le, amire szilárdan lehet építkezni. Én azt gondolom, ezt teljesen más stratégiára építeni ilyen rövid idő alatt butaság lenne, felesleges és nem is szabad. Azokat a közösségeket kellene újra megerősíteni, amelyek az elmúlt időszakban nem csak a járványnak köszönhetően, hanem más helyzetből kifolyólag is egy picikét talán lazultak. Az igazából ebben a nagy feladat, hogy a jelenlegi értékeket megtartva próbáljunk meg nyitni olyan csoportok, olyan közösségek irányába is, akiket valamilyen módon nem fogta meg még a háznak a hangulata, nem érintette meg még egy-egy programnak a jó hangulata, a szépsége. Gondolhatunk itt zenei vagy más színházi produkciók kibővítésére. Én nagyon jól emlékszem, amikor a Babits Mihály Kulturális Központ korábban számos ifjúsági nemzetközi tábort, nemzetközi együttműködést is szervezett vagy részt vett ebben. Azt gondolom, rendelkezem olyan jó értelembe vett kapcsolati tőkével, annyi külföldi, európai partnerszervezettel, akik a legnagyobb örömmel újra felpestítenék ezt a fajta együttműködést. Itt van a zeneiskolánk, itt vannak az általános iskoláink, óvodáink, középiskoláink, mindegyikük rendelkezik valamilyen olyan külföldi kapcsolattal, ami vagy nyelvgyakorlás céljából, vagy egy más kultúra, egy más identitás megismerése, egymás iránti tolerancia elősegítésében nagyon-nagyon fontos szerep. Én ezt személyesen is megtapasztalhattam, hogyha ez fiatal korban eléri a tizenéves szekszárdi lakosságot, a mi gyermekeinket, a mi fiataljainkat, ő belőlük egy abszolút nyitott és egy tökéletesen felvértezett társasági lény válhat. Ha ezt a részt, ezt a fajta fogékonyságot is be tudom hozni picit még jobban a Babitsba, mert korábban is azért erre nagyon sok példa volt. Én azt gondolom, hogy ez a ház ennek is a központjává válhat. Berlinger Attila úgy fogalmazott, az akadályokat sikeresen vették. A ház történetét feldolgozó sorozat, a Babits 50, más online tartalmakkal hasonlóan nagy népszerűségnek örvendett. Május 10-én a Madarak és Fák napja alkalmából egy faültetéssel is szeretnénk tisztelegni a 50 éves jubileum előtt. Tehát igazából ez is egy olyan jelkép, amely a jövőnek készül. Reméljük, hogy 50 év múlva az utódaink majd örömmel fogják ezt a fát egy újabb jubileum ünnepség keretén valamilyen módon a megemlékezésbe bevonni. Most már több mint fél évszázados működésüket természetesen továbbra is nem csak az online térben szeretnék megünnepelni. Arról a tervünkről, arról az elképzelésünkről egy pillanatig se tettünk le, hogy amennyiben a lehetőség megengedi, amennyiben újra visszatérhetünk a saját területünkre, úgy azok a vezetők, azok a jeles személyiségek kíséretében velük közösen egy nagyszabású gálával szeretnénk megköszönni minden közreműködőnek ezt az elmúlt 5 évtizedet, hogy az ő munkájukkal, az ő lelkesedésükkel, szakmai elhivatottságukkal egy ilyen fantasztikus kulturális intézményt hoztak létre és működtettek. A gála műsorra a Pécsi Balett társulatát hívtuk meg. Ennek egy nagyon fontos apropója van, ugyanis 1970-ben ugyanez a kulturális együttes nyitotta meg annak idején a Babits Mihály művelődési házat még, és éppen ezért legnagyobb örömünkre örömmel vállalták ők is ezt a fellépést. Két előadást is tervezünk, ebben lesz egy gyermekműsor is, illetve lesz egy a meghívott vendégek részére egy olyan gála műsor, amellyel megköszönhetjük a munkájukat. A Pécsi Balett említett gyerekműsora, a Piroska és a Farkas lesz, emellett a tervek között szerepel a ház történetéről szóló kiadvány bemutatása és egy pódiumbeszélgetés. Mint Berlinger Attila fogalmazott, bízik abban, hogy ezt a gálát mi hamarabb megtarthatják. Az oltópont működése vége után azt hiszem, hogy akkor fogalmazunk úgy, talán júniustól végre beindulhat az élet. Első körben egy fokozatos nyitásként szeretnénk inkább a szabadtéri programjainkat kicsit újra visszahozni a köztudatban.
Itt nyáron több olyan jeles esemény is lesz, sporteseményekre is gondolok, amelyek nagy érdeklődésre tarthatnak majd nyilván. Szeretnénk a Vármegyeháza udvarán egy szabadtéri színpadot berendezni. Itt vannak társrendezőink is, akár a Német Színházat, vagy akár más egyesületeket is megemlíthetek, akik csatlakoznának ehhez a programhoz. És itt mind a foci EB, mind az olimpia, mind a kultúra és a színházi programok iránt érdeklődőknek szeretnénk egy olyan vegyes programot összeállítani, ami egészen a szüreti napokig kitarthat. Itt hetenként 2-3 élőzenés, szabadtéri előadásokkal tarkított műsort, gyerekmatinét, mozi előadásokat, és hát értelemszerűen a legfontosabb magyar vonatkozású sporteseményeket is szeretnénk kínálni. Én azt gondolom, ezzel a néhány száz fő befogadó képességű Vármegyeháza udvarral, ha vissza tudjuk csalogatni az embereket, és meggyőződhetnek arról, hogy tényleg most már kicsit biztonságosabb körülmények között újra részt vehetnek a programokon, akkor már is egy szeptember 3. hétvégén hagyományosan megrendező születi napokhoz érhetünk. Gőzerővel folyik most is a szervezés, és ha rajtunk múlik, mindenféleképpen a korábbi évekhez méltóan ugyanúgy egy 4 napos nagyszabású programsorozatot fogunk a lakosainknak kínálni. Mindemellett kinyitja kapuit a hangversenyek és a minőségű kiállítások kedvelői előtt a magas kultúra helyeként számon tartott művészetek háza is.